Köszöntöm a Művészváros nézőit! Mai adásunkban a Skanzen hétvégi programjából tekinthetnek meg egy hosszabb összefoglalót, ahol népzenei találkozót tartottak. Második alkalommal adott otthont a Skanzen a Kárpát-medencei táncházzenészek találkozójának. A rendezvény célja a zenészek kötetlen zenéléssel egybekötött ismerkedése, a szakmai problémák megvitatása, amelyben a nagy közönség is bekapcsolódhatott. Számos kísérő programja volt a rendezvénynek. Két nap során az érdeklődők is részesei lehettek a több mint 40 éve működő táncház mozgalom zenekari, hangszeres szólistái, énekesei közreműködésével létrejövő egésznapos zenés forgatagnak. A mi feladatunk az, hogy mai nap folyamán a magyar néptánc kultúra bemutassuk és átadjuk a gyerekeknek. A legfontosabb az, mi tanítunk gyerekeket több helyen, meg felnőtteket is, hogy amikor bekerülnek a gyerekek próbaterembe hozzánk, akkor azt a fajta szeretetet, azt átadjuk nekik. Mert hogy igazából az elején a gyerek nem tudja, mivel áll szemben, megismeri a pedagógust, megismeri a néptáncot, és ennek a kettőből áll össze az, hogy pontosan mit fog kapni. Megkapja a pedagógustól az támogatást, hogy hogyan is mennyire kell szeretni a néptáncot, megkap egy csomó motivumot, amit aztán ő önmagára ráépít, és ezeket a figurákat már valójában a saját módján tudja előadni. Alapvetően mi autentikus táncot táncolunk, mindig magyar néptáncot, megmutatjuk az eredeti filmeket, ebből építkezünk. És akkor a gyerek felteszi a kérdést, hogy úristen, ilyen régóta van már tánc, és ezek az emberek ilyen néma filmen táncolnak még 1920-ban, és ez milyen érdekes számukra. És innentől kezdve mondjuk azt nekik, hogy gyerekek, ezt megtanuljuk, mi ugyanezt átadjuk nektek, mi is innen tanulunk, de a saját képedre formáld, nem kell ugyanúgy eltáncolni, és ebben örömüket lelik. És mi ezt szeretnénk átadni a felnőtteknek is, persze ott magasabb szinten, a gyerekeknek pedig egy olyan fajta szinten, hogy ők azért nehogy elidegenedjenek ettől az egésztől, és szeretettel tudják folytatni a táncot. A saját szintjükre kell hozni mindenkinek a táncot. Elkezdjük őket megtanítani bizonyos figurákra, és utána menet közben elmeséljük, hogy na ez a figura mondjuk Szatmárról való. Most a következő táncházunk Szatmárból lesz, azon belül nagy eseri táncot fogunk táncolni. És megmutatjuk, hogy na itt a Murgulj Lajosnak a tánc figurája, megmutattunk 3-4 figurát. És akkor megkérdezik, hogy de hát ki az a Murgulj Lajos? Na gyertek, nézzük meg a videóról. Betesszük a filmet, megmutatjuk a videón, hogy ő hogyan táncolt, megmondjuk, hogy ő még él, és fel lehet keresni, itt is, itt is, itt lakik, mert szerencsére Murgulj Lajos még él, és ilyen adott közlöknek a táncát bemutatjuk. Úgyhogy ilyenfajta módon tanítunk magyar néptáncot a gyerekeknek is. Úgy kezdtem el, hogy például egy szórólapot kaptam, elkezdtem gyerekkoromban táncolni. És ugyan nem tudtam, hogy miért és hogy hogyan, de nagyon jól ment, és jól éreztem magam a táncban. És megtaláltam benne azt, hogy mi az, ami minket fölold. És mindenkinek van valamilyen hobbija, mindenkinek van egy kikapcsolódása. Nekünk ez a szakmánk is egyben, szóval én kikapcsolódok a tánctól, de ez a munkám is. És igazából szívünket, lelkünket beletesszük, ahol vagyunk ezt, aki beáll hozzánk táncolni, egyből érzi, hogy milyen fajta szeretettel tudjuk ezt a táncot átadni, mert mi is szeretjük. Igazából ez belülről jön, nem lehet megmondani, hogy honnan, ez a gyökerektől elkezdve úgy megszerettük a táncot gyerekkorunkban, hogy ez az életünké vált. A Hagyományok Háza kezdeményezésére a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal együttműködve széleskörű összefogással másodszor rendezték meg a Kárpát-medencei táncházzenészek találkozóját. A legkiválóbb hazai és határon túli magyar és nemzetiségi zenekarok, szóló hangszeresek és énekesek közreműködésével. Tisztán folyamán tanítunk itt táncot, táncházat tartunk gyerekeknek és felnőtteknek, érdeklődőknek, azoknak, akik táncosok, és azoknak is, akik még soha nem találkoztak a néptánccal. Ez a mi feladatunk ma itt.
jelenleg úgy osztottuk be, és beszéltük meg itt egymás között, hogy a gyerekeknek egy ilyen ugrós alapokat tanítunk, ami a tánc tanulásnak az alapjai, alaptépések, cifra, lengető, bokázó, a nagyobbaknak pedig már különböző tájegységek táncait is tanítjuk. Szatmárit, mezőségét, kalotaszegét, viskit, liliék, meg kristófék, rábaközit is. Így egymás között leosztottuk az egész Kárpát-medencének a tánc kincsét, nagyjából így a népszerűbbeket és az izgalmasabbakat is. Mi Pesten minden korosztálynak tanítunk táncot gyerekeknek is, és felnőtteknek egyaránt. Azt veszem észre, hogy az a gyerek, aki már gyerekkorában megismerkedett a tánccal, könnyebben jön később is felnőtt korában néptáncolni, de a gyerekeknél mindig ez hullámzó, hogyha jó pedagógus van, és azt veszem észre, hogy elég sok jó táncpedagógus van ma az országban, akik összetartanak ilyen tánccsoportokat, akkor a gyerek megszereti és ott marad. És ez a fő cél, hogy jól érezze magát, és utána később járjon táncolni. Sportán egésznapos programok, kézműves foglalkozások, muzsikáló vonat, borkóstoló, hangszerkészítők vására várta és szórakoztatta a látogatókat. Amikor csak tehetjük, akkor jövünk a Skanzenbe, mert ez egy magyar sziget, és élő módon mutatja be a magyar kultúrát, amire úgy érezzük, hogy nagyon nagy szükség van manapság. Bár sokkal többen gondolkodnának így, hogy a gyermekek nevelésétől elkezdve az építészeten, a zenén és a táncon keresztül visszaemeljük azt, ami a miénk. Tehát korábban ez, nem tudom, hogy másnak mennyire megy át, de korábban ez sokkal jobban, sokkal mélyebb rétegekben sajátja volt a magyar embernek és a magyarságnak. És hát ma annyira kitágult a világ, hogy jobbra-balra szédelgünk, és jövünk, és megyünk, és nézünk, és idegen a viseletünk, idegen a ruházatunk, és egy hatalmas tudást vesztettünk el, amit úgy érzem, hogy itt visszaszemezgethet az ember. Többször is voltunk, már megfordultunk különböző rendezvényeken, és hát ugyanúgy a tánc, és a nóta, és az ének, és a zene az életünknek a részét képezi, és próbáljuk az életmódunkat ebbe az irányba terelgetni. Szeretsz táncolni a Csillagszemiben? Mióta táncolsz? Pár hónapja, vagy már több éve? Több éve. Mióta csak megtanultál járni? Igen. Lehet, hogy te már táncolni hamarabb megtanultál, mint járni? Igen. És mik a kedvenc táncaid? A barátok. Együtt táncol a család? Hát én korábban, én régebben táncoltam már, én ki vagyok öregedve. Régebben a Szentendre Tánc Együttesben volt alkalmam egy pár évet táncolni, de már szintén idősebben, tehát nem tudtam én ezt fiatal korba kezdeni. De azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon lényeges, hogy valami nagyon jót és mélyről jövő dolgot tanuljanak ezen keresztül, és ne a mai felszínes badarságokat. Én óvónő vagyok, és az óvónői munkám mellett nagyon régóta, vagy hát olyan 30 éve járok ide a Skanzenbe külsősként dolgozni, tevékenykedni.
Néphagyomány éltető óvónőnek tartom magamat, úgyhogy én itthon vagyok a skanzenben, és hát jövök, amikor csak tehetem. És a családom is, a párommal együtt, férjemmel együtt csináljuk ezt a munkát, a gyerekfoglalkozásokon veszünk részt, kézműveskedéseket csináltunk régebben, most inkább foglalkozunk a gyerekekkel, tehát tematikus foglalkozásokat végzünk. És hát ha nevezetes alkalom van, akkor is valamilyen tevékenységet ránk bíznak. Az unokáink jönnek velünk, amikor csak tehetik, sajnos külföldön él egy része, de amikor szünetük van, azt mindig itt töltjük, a tavaszit, az őszit, a nyári szünetet itt töltjük a skanzenben. És ők beöltözve gyönyörű viseletben vannak itt a skanzenban, és úgy tevékenykednek velünk. A gyerekek mindent befogadók, csak nekünk kell tudni, hogy mivel akarjuk őket megtölteni, tehát mit kínálunk fel nekik. Ők mindent elfogadnak, ezt is elfogadják. Főleg, hogyha játszani lehet, tehát sokat játékon keresztül tanul a gyerek. Ez a legfontosabb, és különféle tevékenységeken keresztül. Úgyhogy minden gyerek fogékony erre. A mi kis unokánk, aki egészen más körülmények között él, francia iskolába jár, bárhol van a, mondhatom, a világban. Ha ide jön hozzánk, akkor nincsen televízió, semmi olyan, ami egyébként körülveszi őt, teljesen azonosul ezzel a világgal, ami bennünket körülvesz, és amik hát mi vagyunk, amit mi képviselünk, ami belülről jön belőlünk. El kell mondanom, hogy a 3,5 éves kisunokám a nagypapájának azt mondta, hogy én ne könyvből olvassak, mert a mese bennem van, és belülről mondjam a mesét. Hát én azt hiszem, hogy ez egy igazi gyerek gondolkodás, amikor nem azt mondja, hogy kívülről mondom a mesét, hanem bennem van a mese, és úgy mesélek nekik. A találkozó nyílt napján a nagy közönség is részese lehetett a több mint 40 éve működő táncház mozgalomnak. Javarészt erdélyi muzsikákat hallanak itt, mert az áll hozzánk közelebb, úgymond. Azon nőttünk fel, azt próbáltuk minél jobban tanulni. Nyilván ismerjük a többi zenét is, de ha lehetőségünk van, akkor ezeket muzsikáljuk. Úgyhogy itt is a skanzenben, ebben a kis pajtában, ezeket a zenéket adjuk elő, és úgy látszik, hogy elég sokan megnézik az idő ellenére is, meg meghallgatják, meg néha megerőszakoljuk egy-egy tánccal. De a néprajztudomány azokat az embereket, akik a falusi hagyományból értékeket hoznak, és tőlük értékeket vesznek át, meg feldolgozzák úgymond adatokat, ezért azt mondják, hogy ők hozták ezek az adatokat, tehát ők az adatközlők, holott ők is egyszerű paraszt emberek. Az egyszerűségben nyilván nagyszerűség van, tehát nem úgy egyszerűek, hogy együgyűek, hanem rengeteg olyan tudást hoznak, amiket századokon át, így úgy átformálva, átváltoztatva a 21. századba átmentették a maguk módján. Nyilván a néprajzkutatók el kellett nevezzék ezeket az embereket, akik ezeket az értékeket hordozzák, ezért azt a nevet, összefogó nevet kapták, hogy adatközlők. A falun született emberek, akik hagyományos módon tanulták meg ezeket a dallamokat, meg táncokat, meg maga a viselkedés módokat. Tehát falun ott születtek, és nem úgy tanulták meg, mint mondjuk mi, vagy mások, hogy lemezek, vagy régi felvételekről, meg utána olvasva, meg kottákból, meg stb. Természetesen ez a tudás nem véges. Minél többet foglalkozik az ember, annál több mindent talál benne, annál jobban elmélyül, annál vonzóbbá válik, és akkor jön rá igazából, hogy milyen távol van. És sajnos az utóbbi időben, mivel ez
úgymond a 9. vagy 24. órájában van, ezért ugyanazokat az élményeket már nem annyira lehet megkapni, mint 20-30-40-50 évvel ezelőtt. De mindenki, aki ezzel elkezdett foglalkozni, előbb utóbb elkerült falura, és megnézte, hogy ott hogyan működik ez, és mai napig is ugyanezekben ezekkel az élményekkel tudjuk felépíteni más vidékek, más emberek táncait, kultúráikat jobban tudjuk megismerni úgy, ha elmegyünk oda a helyszínre, a falusi emberek közé, egy kicsit együtt élni velük. Szerényi Béla, ezüstkoszorús hangszerkészítő mester a tekerőről tartott egy érdekes előadást. A tekerő nagyon sok stílusra alkalmas hangszer, amennyiben a feltételeket is megalkotjuk hozzá. Itt elsősorban a hangra és a játék lehetőségre kell gondolni. Hát ezt vajon hogy csináltam? Na, mi történt itt a tekerővel? Valahogy nagyon elkezdett zenélgetni, az biztos, nagyon ritmusosan csinálta. Képzeljétek el, hogy ezen a tekerőn van egy icipici fadarab. Szerintetek ez a pici fadarab tud ekkora zajt okozni? Persze, hogy tudjuk. Úgy is hívják, hogy recsegő. Ez oda van illesztve a recsegő húrhoz, és amikor az oda koppan a hangszer tetejéhez, akkor az egy ilyen nagyon hangos zajt tud csinálni a recsegő húrral együtt. Na de ez csak akkor működik, hogyha én nem szépen simán forgatom körbe-körbe a hajtókart, hanem egy pillanatra megrántom. És amikor a körön belül megrántom, akkor ott megszólal ez a kis recsegés. És attól függően, hogy hányszor rántom meg egy körön belül, attól függően változik ennek a ritmusa. Figyeljétek csak egy kicsit a kezemet. Na, most még. Igen. Most itt elől egy picit megrántom a hajtókart, és akkor megszólal a recsegő. Most elől hátul rángatom a hajtókart, és gyorsabban szól a recsegő. Másfajta ritmusokat is lehet rajta csinálni. Ez pedig a szomszédok nagyon szeretik gyakorlás közben. Na szóval így szól ez a tekerő. Ezen a napon a régi épületek is életre keltek, szinte még a falak is muzsikáltak, hiszen 10 portán 20 meghívott zenekar és tanítványaik, idős mestereik, valamint énekesek zenéltek egész nap. Elmentem én a szőlőbe, kapát tettem a kezembe, áll el, utál el, rózsán szeretem. Még egyszer, elmentem én a szőlőbe, a szó, azzal, hogy...
Fölakasztottam a fára, bort ittam az árnyékába. Fölakasztottam a fára, bort ittam az árnyékába. Csak ezt jó, fölakasztottam. Fölakasztottam a fára, bort ittam az árnyékába. Még egyszer. Fölakasztottam a fára, bort ittam az árnyékába. Áll le, dudál le, rózsám, szeretem. Első két verszak. Elmentem én a szőlőbe, kapát tettem a kezembe. Áll le, dudál le, rózsám, szeretem. Fölakasztottam a fára, bort ittam az árnyékába. Áll le, akkor szerintem most már mindenki berögzült a dallam, még van ennek a dalnak két szövege, azt énekeljük rá. Hogy kimentem én az erdőbe, ráléptem egy venyégére. Áll le, dudál le, rózsám, szeretném. Ső venyégéről venyégére, fáj a szívem a szőkére. Áll le, dudál le, szeretem. Na, az egész tart mind a négy verszakkal. Kimentem én a szőlőbe bátran. Én kimentem én a szőlőbe, kapát tettem a kezembe. Áll el, utál el, rózsám, szeretem. Fölakasztottam, fölakasztottam a fára, ott ittam a lányikába. Áll el, utál el, szeptember 13-áig látható a Skanzenben Kallós Zoltán Indulj el egy úton című kiállítása. Ezen a napon rendhagyó tárlatvezetésen is részt vehettek az érdeklődők, amit Kornis Péter fotóművész tartott. Nagyon nagy dolog volt a Kallós segítsége, és most egy fontos dolgot alá kell húzzak, nem nekem segített csak, mindenkinek. Mondjuk az én káterezésem az egy külön történet, de általában az Zolti mindenkinek nyitva volt. Tehát attól kezdve, hogy elkezdtek járni Erdélybe a 70-es években, amikor elindult egy hihetetlen érdeklődés Erdély iránt, ez iránt, a mi múltunk iránt, a mi kultúránk iránt, rengetegen keresték föl Kallós Zoltánt, és Kallós mindenkivel megosztott mindent. Ez nála elvi kérdés volt, amit ő gyűjtött, az mindenki volt, az közkincs. Ha nem lett volna, akkor táncház mozgalom se lenne, és nem tudnánk annyit erről világról, mint amennyit tudunk. Hát kérem szépen, a táncház mozgalom mögött is erősen ott volt ez a szellem, ez a irányítás, nem irányításnak nevezném, de az, hogy az ő a Kallós és a Martin Györgynek a szellemisége az kisugárzott, hát persze elsősorban hova sugárzott volna ki, a zenészekre és a táncosokra. Ugye a tánc együttesek azok keresték a lehetőséget, hogy ebből az anyagból műsort csináljanak. A zenészek keresték a dalamot, mindent átadtak. A Martin György az akadémián őrzött filmfelvételeket, másolatot csinál, abból a koreográfusok tanítottak. Amit az előbb elmondtam, hogy milyen fura volt a tudás hiánya, micsoda előadást eredményezett viseletbe, például a színpadról van szó, kosztümben, ugyanilyen volt a tánc tudásban is a stílus, mert a táncban is a stílus meghatározó, és a Kallós és a Martin eredeti filmanyagokon keresztül mutatták meg azt a stílust, ami
azt a dialektus jelentette, amiben táncoltak. A gazdag program kínálatot kézműves foglalkozások, gyermek és családi programok, tánc és ének tanítás, hangszerkészítők bemutatója, hangszer és zenész fotókiállítás, ismeretterjesztő előadások, borkóstolás, rendhagyó tárlatvezetések és az elmaradhatatlan vásártér tette teljessé. Műsorunkat ezúttal is programajánlóval zárjuk. A szőlőgazdák a szürethez, mint az év egyik kiemelkedő gazdasági és közösségi eseményéhez kapcsolták a hagyományként őrzött szüreti felvonulást és bált. Szeptember 19-én ismét ez a hagyomány elevenedik meg Szentendrén. A felvonuláson részt vesz az Agytanoda és az Ízbégi Általános Iskola diákjai, civil szervezetek és nemzetiségek képviselői, lovasok, népdalénekesek és népdalkörök. A felvonulást az MH Altiszti Akadémia részfúvós együttese kíséri. A felvonuláson résztvevőket az ipartestület és a Szentendre gyökerei hagyományőrző baráti társaság látja vendégül a Dunaparti Művelődési Ház udvarán berendezett kerthelyiségben. Az estet szüreti bál zárja. Ennyi fért mai művészvárosunkban, jövő hét pénteken friss adással jelentkezünk. Addig is látogassanak el a TV Szentendre oldalára, ahol korábbi adásainkat is megtekinthetik. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!